A falfoltatok esélyét az új eszkeletúp izudulta. Szafú, fűtőszópak, mitaimi szaktöme. A komitekú kajszim a falfoltatok szakítőme lakepész. A falfoltatok tálúak az mátum kajftim a fűtőszémi szaktöme. A falfoltatok tálúak a tétiszaim lakepész túljú. Vagyunk újra, köszöntök mindenkit, ez itt a falforgató. A kerítésfestés gondos előkészítést igényel, ezért ma megnézzük. A lakepész tépek tálóak az új eszkeletú Kft-m. Az előző adásban Attila Pöttyös utcai panellakása felújításába fogtunk bele, amelyben a tulajdonost rengeteg minden emlékeztette a múltjára, amint túl akart lépni. Egy 12 éves házassággal háta mögött akar Attila egy új életet kezdeni, egy új lakásban. Költözés után azonnal elkezdődött a bontás. A csupasz falak maradtak csak, hogy a falforgatók csapata egy teljesen új és modern otthont varázsoljon Attilának és Lendő családjának. És a modern szó itt valódi tartalommal bír. Bontás közben ugyanis elkezdődött az intelligens otthon megtervezése is. A lakás gyakorlatilag egy tabletről vagy egy okostelefonról is menedzselhető lesz. Emellett az egyedi ajtók méretét is leveszik, hogy a végeredmény mi hamarabb elkészüljön. Gyere ki! Húzz egy kabátot, mert hideg van, vagy valami szigetelést a hátadra, hiszen egy kis fejtágítás következik arról, hogy mire figyeljünk oda, ha új házat építünk, vagy lakást újítunk fel Petivel. Szevasz! Szia, Szilárd! Szia! Szia! Figyelj, tarts nekünk egy kis gyors talpalót arról, hogy mennyire fontos mondjuk a szigetelés. Hangszigetelés vagy hőszigetelés? Én azt gondolom, hogy a hőszigetelés az már mindenki fejébe beleégett, igen. Ezért beszéljünk a hangszigetelésről. Jó. Gyere, mutatok egy-két dolgot. Oké. És mi is az, amit itt látunk? Kérlek szépen, van itt mész, homokhangátló tégla, van, kérlek szépen, kőzetgyapot, illetve tekercses üveggyapot hangszigetelő, illetve van egy ilyen táblásított ágynemzeti rendszerhez való hangszigetelő lemez. Melyiknek mi az előnye? Hát kérlek szépen, a mészomok téglával nagyon gyorsan jól lehet haladni, illetve könnyű benne a konnektorokat elhelyezni, tehát az ilyen szerelési útmutatókat. Az üveggyapot és a közeggyapot az szerelt gipszkartonfalak tartozéka. Közé kell rakni, nyilván értelemszerűen. Itt maga ezek a kis légrések azok, amik ellátják a hangszigetelést. Igen, tompítják a hang átjutását a szomszédos lakótérbe. Tehát mondjuk, hogyha egy bérházban újítunk fel, akkor ha nem szeretnénk hallani minden veszekedést a szomszédból, a legjobb, hogyha használjuk ezt a hangszigetelő kőzetgyapotot, plusz ezt a táblás gyakorlatilag ilyen gipszkarton. Igen, mindenképpen ajánlott, igen, hogyha. Én azt hiszem, hogy ezt nem árt mindenkinek jól a fejébe vésnie. Így van. Veszekedések elkerülésére. Így van. Hangszigetelés. Azaz. Isteni. Köszönöm. Nagyon szívesen. A lakepész tépek tálóak az új eszkeletú Kft-m. A falfoltatok tálóak a T-Design lakepész túljú. Benhagyzak a tekerpat ikallam. Mokavorszat az Elia szebők vélpizú tudta. Szafó, fűtőszupak, mitaimi szaktüme.
Az ászépítésze szaktüme a szikáimész pisutóta. A jölőimész szaktüme az aljaszakúj kájftétű.